2012-ben 6 gyermekekkel és családokkal foglalkozó városi intézmény részesült az UFM Egyesült Habanyaggyártó BT pénzadományából, amelyet a Moson megyei nők egyesületén keresztül juttattak el a rászorulóknak. A családok átmeneti otthona is ebből a támogatásból újíthatta fel a konyháját. Most idén is támogatok ezen a helyiségen, mert akkor úgy látunk, akkor szükség is van rá, és akkor mit lehet látni. Akkor ezen az összegből, ez egy 500 000 forint, sikerült akkor viszont akkor sok mindent itt a Konyában megcsinálni. Az egész Konya butarok akkor tudtam felújítani, és akkor látványos, akkor tényleg ez most egy új, szép körülmények tudnak itt főzni. Ebből az adományból részesült továbbá a gyermekek átmeneti otthona, a Karolina Kórház rendelőintézet gyermekosztálya, a Városi Iskolai Fogászati Szűrőrendelő, a Fiók Ifjúsági Klub és a Női Férfi Szűrőnapok. A támogatás összesen 1 850 000 forintot jelent. Öröm látni azt, hogy itt most egy tényleg megújult konyhába érkeztünk, és az első gondolatom az volt, hogy ezek a szekrények, ezek teljenek meg minél több finomsággal, és ebédek, vacsorák készüljenek itt, és reggelizhessenek a családok, mert annál nincs is fontosabb, mint az, hogy a gyerekek megtanulhassák azt, hogy együtt vannak, hogy vacsorázhatnak, ebédelhetnek együtt, és hogy van miből, és készülhet, és most már van hely, ahol mindez megtörténhet. Higgyék el, nagyon örülök, hogy most csak ezt látják, mert az előző konyha az már nem volt olyan szép, de most úgy érezzük, hogy komfortos helyek adhatóak annak a 80 főnek, aki a családok átmeneti otthonában van.